Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai vendégem Fekete László, intuitív coach, remélem jól mondtam. Régi ismerettségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Először talán ugorjunk rá, hogy mit jelent maga ez a szó, mert én egy kicsit sokat gondolkodtam rajta, de nem jöttem rá. Az intuíció maga, vagy az intuitív coach? Ebben a szót összetételben, igen. Ugye maga a coachingot, akkor kicsit még nézzük meg, hogy mi az, és akkor térjünk rá, hogy mi az intuitív coach, nekem ez a javaslatom. Ugye nagyon, mondjuk úgy, hogy felkapott szakma mostanában a coaching. És ugye a coachnak nem más a szerepe, mint az, hogy segítsen egy-egy élethelyzetnek a megakadásán átzökkenteni azt, aki hozzáfordul, és ebben rengetegféle módszertan van. És az intuitív coach abban különbözik a többi módszertantól, hogy egészen más helyről dolgozik, más információ a mentén dolgozik. Mondhatnánk azt is, hogy lehet, hogy holografikus coachnak jobb lenne hívni, és ebben nagyon nagy szerepe van a megérzésnek, a ráérzésnek. És azért mondtam itt a holografikus szót, mert a kvantumfizika magát a valóságot jelen tudásunk szerint egy holografikus univerzumnak írja le, ami nagyon sok rétegű információt tartalmaz. Tehát, bocsánat, megpróbálom lefordítani a saját nyelvemre. Ezek szerint, amit igazából látunk, az csak a képe valaminek, és mögötte még sokkal több van, ha jól értelmezem? Ez így van. Akkor teszem azt, oda megy hozzá egy ember, egy kicsit, akinek van egy képe magáról, és mutat egy képet, akkor neked ez bőven nem elég, hanem ebben jóval mélyebben belemész? Általában ezzel a képpel szokott már gondja lenni annak, aki hozzám fordul. Nekem az a tapasztalatom, hogy olyan 3-5%-ban vagyunk reálisak saját magunkkal kapcsolatban. Az nagyon kevés. Ez nagyon kevés, igen. Jó, és mi okozza ezt, hogy ilyen kevéssé ismerjük magunkat? Hát azért, mert egyrészt nincsen róla ismeretünk, hogy többek vagyunk. Persze mindenkiben benne van az, hogy valami motoszkál bennem, valami mozog bennem, csak nem tudom, hogy mi az. Mi lehet ebben a mai világban ennek az oka? Teszem azt, én nagyon sok fiatallal beszélek, meg nagyon sok emberről összefutok, és helyenként sémákat mond, amit megtanult valahonnan, beszél valakivel, vagy teszem azt, úgy dönt egy pálya mellett, hogy hallott valamit a tévében, most csak hasamra ütöttem. Ez például lehet ennek az oka? Abszolút. Hát most a másolás világát éljük. És ugye akkor, hogyha valaki másnak, vagy valami másnak a másolata, akkor nem saját magát ismeri föl a teljes valójában, hanem valamit próbál utánozni, ami hát többnyire nem nagyon szokott passzolni rá. Akkor egy kicsit járjuk körbe olyan szempontból azt a dolgot, hogy miből áll össze egy ember. Tehát mi az, amit megpróbálsz feltárni, hogy megismerje magát? Vagy hogyan látod azt, aki bejön hozzád? Igen. Alapvetően az első találkozásnál egy térképet csinálunk. Mondhatnánk azt is ezt a régi szlogánt, hogy test, lélek, szellem, és ez abszolút igaz is. Tehát ennek van fizikai, van energetikai, van információs szinten megnyilvánulása mindannyiunknak. Valaha voltunk egy gondolat, aztán valakik fektettek bele energiát, hogy fizikai valóban megvalósulhassunk. Így is lehet nézni, de mi magunk is mind a három minőségét a valóság szövetének azt tartalmazzuk. És az szokott történni velünk, hogy részeit ismerjük csak, és amikor nem érezzük igazán komfortosnak magunkat az életünkben, akkor valószínűleg valahol el is akadtunk, és ezt az elakadást keressük első körben, a szűk keresztmetszetet. Mondtad ezt a három dolgot, és akkor ebbe a három dologba akadtunk el valahol, vagy ez még ennél jóval differenciáltabb? Hát ennek azért vannak mélységei, meg szélességei, így van. Egy picit akkor menjünk ebbe bele, mert nagyon érdekel, hogy tulajdonképpen hogy áll össze. Tehát teszem azt, amit az őseinktől kaptam, teszem azt, amit megtanultam az életembe, vagy a saját mentalitásom, vagy ez a tanult minták, melyik okozhatja ezt? Nem mindegyik. Szerintem azért, hogy egy kicsit jobban lássuk a dolgot, persze név nélkül mondj egy-két eklatáns példát, ami nekem is, meg talán a hallgatóknak is megvilágítja ezt a dolgot.
Kezdjük a problémákkal, egy-két olyan problémát, pont ezekben a szférákban, amiről beszéltünk, ami jel arra, hogy valami nincs rendben. Mesélek egy történetet, jó? És abban nagyon szépen megmutatkozik, hogy ez hogyan megfogható, és két területet fogok igazából megmutatni ezen a történeten keresztül. Elvittem egy úriembert, egy ilyen személyes coaching volt, egy live coaching volt, üzleti coaching volt, ilyen kombó, ilyen kombináció volt a munkánk során, és elvittem őt Szászhalombattára, már csak azért is, mert ott halomsírok vannak. És ezek a halomsírok, mi meglepő, ezek kapcsolódnak a magyar vérvonalhoz, a hun vérvonalhoz. És ott van egy földvár is, és a földvárhoz kimentünk, ez a Duna partján van. És mondtam, hogy hát nézzük meg, hogy mi van még itt, mit találhatunk itt, ami számunkra érdekes. És ez tavasszal volt, és egy úriember ott, mintha a réten így gazt szedett, és így fölmentünk a föld sáncra, és ránk szólt, hogy menjünk azonnal le. Ne tapossuk a sánc tetejét. És akkor mondom, hú, ez érdekes lesz, menjünk oda hozzá, beszélgessünk vele, hogy ki ez, mi ez. És kiderült az úriemberről, így név nélkül, hogy ő ott lakik Szászhalombattán, de oly mértékben ott lakik, hogy a családja annak a batta, vagy vatta, és akkor már tudjuk azt, hogy ez hova azon is jött a történelembe, családnak a leszármazottja, akiről a település a nevét kapta, és az ősei azóta is, tehát itt éltek, ez mondjuk 800 évet ölel fel, és ő ide tartozik. És akkor kérdezgettem, hogy ez egyébként ez most mit csinál? Azt mondja, tisztogatja itt a vadon növő virágokat a gaztól. És egy furcsa, ez nagyon fura volt, mi történik, mi van itt, és miért csinálja? Hát mert itt, nem tudom, tudják-e, és egy olyan botanikus előadást tartott nekünk, hogy hányféle orchidea, milyen növények, a fiú meg a lány növény a környéken, de most nem megyek ebbe bele, szépen előadta. És két dolog volt nagyon fura ebben az egészben. És megkérdeztem, ez a szakmája? Nem, ez nem a szakmám, nem tudom, valami más csinált, már nem emlékszem pontosan, mi talán vendéglátozott, de igazából úgy kezdődött, hogy a nagyanyja kivitte a sáncra, megmutatta neki a virágokat, és onnantól ez 50 éve ez így megy minden nap. És beszélgettünk vele még egy kicsit, és aztán mondtam az embernek, akivel voltunk, hogy figyelj, akkor menjünk el innen, és beszéljük meg, hogy mit hallottunk, mert ez nagyon érdekes volt. És azt mondom, szerinted milyen élete van? Azt mondja, boldog. Mondom, biztos? Miért nem biztos? Hát mondom, szerintem nem. Két paraméter van, amit most megfigyelhetünk, és ő kimondott. Az egyik az, hogy ő nem tud innen elmenni. Ezt nem is meséltem. Tehát nem tud elmenni erről a területről. Olyan, mintha ennek a területnek a fogja lenne, rabja lenne. Mindig visszavágyik, mindig visszahúzza. Gyönyörű területekről is mindig visszajön, itt érzi van magát. A másik része, hogy hát miért bogarászik itt a növényekkel? Mi ez az indítatás? És tulajdonképpen két olyan aspektust találtunk, ami az egyik a vérvonal az ősök, neki védenie kell az ősei földjét. Hát ez egy szabadsági fok? Hát nem annyira, ez egy kötöttség. Ez itt munkál bennem, a véremben. Akkor tartanám ezt szabadságnak, amikor azt mondja, hogy tudom, hogy ez van bennem, és akkor eldöntöm, hogy akarom csinálni, vagy nem akarom csinálni. Igen. Gondolom, igen. A kérdés az, hogy ez valami ezt kényszernek fogtad fel, pont ebből kifolyólag, hogy valami olyan dolog hatott rá, amire nem is tudott? Erre a kérdésre nem is tudott válaszolni, azt mondta, hogy nem tudok más csinálni. Nem, egyszerűen nem. Tehát egyszerűen valami volt benne, ami az őseinek az utasítása volt, amit ő neki le kellett követni. És a másik meg az volt, bocsánat, hogy akkor nézzek a másik összetevőt, hogy a lényének van egy szelete, én ezt személyiség karakternek hívom, aki egy botanikus. És a botanikus azt mondta, hogy ha már itt vagyunk, akkor viszont botanikával foglalkozunk. És mindent szabad idejét ott a gáton vagy a sáncon tölti, és teszi a dolgát. De nem szabad, mert kötelességként éli ezt az egészet. Egy személyiség karakterének, meg az őseinek, a hagyományainak a fogja.
Tulajdonképpen kialakít egy sajátos életstruktúrát a lehetőségéhez képest. Mit lehet ebben kezdeni? Mert oké, én nagyon-nagyon sok szempontból látok embereket, akik bizonyos dolgokat csinálnak. Rákérdezünk miért, nem tudja. Tehát teszem azt, kényszermozgások, most csak mondtam valamit, vagy kényszerfoglalkozások, csinál valamit, amit nem szeret, beszélget olyan emberekkel, akikkel nem kéne, és meg nem tudja magyarázni. Igen, ennek több oka is lehet, és ugye ez azért érdekes, mert bármit most itt előveszünk, annak két vetülete van. Az egyik, hogy amit csinálok, és ami nagyon megszólít, abban van erő, abban lehet tehetség. A másik, hogyha én ezt most nem akarnám választani erre az életre, akkor viszont nem tudok más csinálni, mert ez meg köt. És itt az egyik, amikor a vérvonal, az ősök szava megszólította, és akkor fel kell ismernünk, hogy mi az, ami munkálkodik bennem. Tényleg az őseimmel le kéne ezt nekem egyeztetni, hogy én nem akarom ezt csinálni? Vagy élvezem? Vagy belül magamban az egyéniségem, a személyiségemet felülírja egy alszemélyiségem, egy úgynevezett szerep karakterem, és ledominálja az életemet? Ilyet mindenhol találhatunk. Mik ezek a szerepkarakterek? Milyenek vannak? Nagyon érdekes, nagyon sokféle van. Ez olyan, mint egy nagy színház. Hogy lehet a legkönnyebben felfedezni ezt? Biztos, hogy mindenki magára fog ismerni egy-egy helyzetben. Amikor azt mondom egy bizonyos helyzet, egy történés után, hogy a fejemhez kapok, hogy a fenébe, hát nem kellett volna ezt mondanom, pedig tudtam előre, és mégis megtettem, és nem tudom, hogy történt. És igazából nem vagyok rá büszke. Akkor ki csinálta? Valaki mélyről. Vagy a másik, amikor azt mondják a többiek, hogy óriási volt, amit csinált, ezt hogy csináltad? És nem tudom megmagyarázni. Akkor is valamilyen személyiség karakterem, egy alkarakter lépett az előtérbe, és ő megcsinálta a saját tehetség, a saját tudása szerint. És több ilyen is van, akkor most nézzük meg, hogy mik ezek. Egy párat még. Igen, nem mondom az összeset, néhányat. Nem, egy-két olyan nagyon eklatánsat, amiről talán egy-ketten magunkra ismerünk, vagy amit a mindennapokban találkozhatunk vele. Igen, főleg itt a városban, itt, amikor a forgalom van, akkor lehet, hogy valakiben felülkerekedik a harcos, ugye, amikor gyakran, közlekedik gyakran. És vannak olyan helyzetek, amikor különböző harcos alkaraktereink előjönnek, de az sem biztos, hogy ugyanolyan mindenkinek, sőt, többnyire egy embernek is többféle van. Lehet egy nagyon-nagyon egyszerű harcosa egy kőbaltával, de lehet egy nagyon kiforrott, stratégiai, taktikai tudással megáldott harcos. Azt hiszem, hogy szinte a mindennapokban találkozunk ilyenekkel. Tehát van, aki kiszáll a kocsiból, és szíve szerint valamelyik alkatrész fenné szét a fejünkkel, és mondjuk egy üzleti tárgyaláson, amikor azt veszük észre, hogy valami nagyon kemény csatában vagyunk benne. Ez így van. És tulajdonképpen egy helyzet szólítja mindig be ezeket a karaktereket. És akkor az is érdemes megnézni, hogy milyen helyzetekben ugrasztják be, vagy ugrik be elénk ez a karakter. És aztán mikor cserélődik le egy papra, mikor cserélődik ki egy tudósra. Nagyon érdekes, de hogy jön ennyi minden bele? Tehát egyszer az egyik őse pap volt, a másik tudós, meg ez nem ennyire egyszerű. Ez nem vérvonaltóról függ, ez saját karakterkészlet. Ennek nincsen köze a vérvonalhoz, ez egy másik irányból jön. Aha, tehát akkor már egy egész más aspektust is nézünk. Hány aspektusból áll össze egy mai modern személyiség? Már kettőt felsoroltak. Kettő van, így van. Nagyjából ugyanannyiból, mint 10 000 évvel ezelőtt, mert hogy az embernek a tervrajza, a dizájnja az nagyjából nem változott. Uh-huh. Biztos, hogy van több tudati része. Ugye ez most egy óriási téma mostanság, hogy az elme az most micsoda, és az elme az egy tudati részünk, ami operatív működést, a normál működésünket végzi minden nap, amikor nincsen stressz. A stressz helyzetekbe ugranak be a karakterek, és megpróbálják levenni a túl sok gondolkodást az elmétől, és hogy ne terhelje a rendszerünket, hogy ösztönösen megoldunk dolgokat. Így jönnek be a személyiség karakterek. Baj az ösztönösség? Nem. De akkor mégis valahogy nem éreztem, hogy ezt teljes mértékben pozitívnak mondanád. Mert végül is itt kérdés az, hogy a döntést megúszhatjuk-e, vagy nem kell megúszni. Hát az a kérdés, hogy tudunk-e róla, hogy mi történik, és mi változik a rendszerünkben, vagy nem. Hogyha nem tudjuk, akkor okozhat problémákat, okozhat akadásokat. Hogyha én magam tudom ezt irányítani, akkor magam javára úgy használom, ahogy tudom, és azt az erőt tudom megmozdítani, ami bennem van.
Ez olyan, mint egy, bocsánat, hogy azt mondom, egy könyvtár, ahonnan a megfelelő tudást húzhatom elő, hogyha tisztában vagyok vele? Így van. Tehát itt kicsit nekem egy olyan kép jut be, mint egy lovas, aki éppen pánikban van, és hagyja, hogy a lovak vigyék a ezernyire, vagy azt mondja, hogy oké, okay, kergetnek a farkasok, most csak idézőben mondom, de én szabályozom, hogy akkor most gyorsabban menj. Ez így van. Itt jön be az, hogy mennyi erőnk van, és akkor ez egy másik felülete, hogy van-e olyan mértékű saját erő a rendelkezésünkre, amivel én a saját rendszeremet, a saját életemet meg tudom fogni, és kordában tudom tartani, és én tudom eldönteni, hogy mibe folyatom bele a tehetségeimet, az adottságaimat. Itt egy kicsit akkor nekem még pár szóba jön, például a kreativitás, például az, hogy mennyire tudunk a saját életünket teremteni, mennyire tudunk alkotni. Ez mennyire fog vissza, és mennyire tudom használni ezeket a dolgokat. Ez egy másik tudati részünk, ez a kreatív tudat, ezt nagyon-nagyon jól megfogtad. Ez az, amihez az intuíció is tartozik egyébként, míg az elme ugye a fizikai érzékszerveken keresztül kap információt a valóságról, és az korlátozott, mert mindig valami közvetítő van, addig a kreatív tudatunk az intuíción keresztül tulajdonképpen rá lát a dolgokra, és sokkal apróbb részleteket, sokkal finomabb részleteket érzékelünk ezen keresztül. Mi kell ahhoz, hogy már ez egy emberben megtörténjen, vagy kialakuljon? Mindenkinél működik. Tehát ez mindenkinek megvan, csak különböző mértékben tudunk hozzáférni. Nyilván minél több belső munkát végez valaki, annál jobban finomodik ez az belső érzékelése is, illetve a valóság letapogatására annál finomabbak a csápjai. Itt egy nagyon fontos dolog jön abban kapcsolatban, amiről beszéltünk, és itt kifejezetten a nyelv kérdése. Végig, amikor készültem erre az interjúra, meg belehallgattam egy-két dologban, mindig azon gondolkodtam, hogy mit mondunk, milyen valóságot teremtünk vele, mennyire tudjuk kifejezni magunkat, és ez mennyire van szinkronban a tetteinkkel. Ezt hogy látod? Hát nagyon is fontos a nyelv kérdése. Nagyon jókat kérdezel, ez készültél, úgy érzem. Nem, szerintem egy átlagos gondolkodó ember, talán készültem is egy picit, de egy átlagos gondolkodó embernek azért ez mindig ott van a fejében. Igen. Tehát itt nagyon sokszor megtörténik az, hogy beszélsz egy emberrel, és szinte amit mond, az világot teremt körülötted. Igen. És abban a világban egy csomó minden fogózkodó pontba bele tudsz kapaszkodni. Gondolom, te is az első, csak feltételezésemről, az első híd, ahogy leül veled valaki szembe, amiket mond. Mindenféleképpen van egy nagy szerepe annak, hogy mit mond, és ez egy nagyon-nagyon jó mérce arra, hogy egyébként meg amit a rendszere mutat, az viszont fedésben van ezzel. Ugyanis itt jön az intuíciónak a kérdésköre, hogy lehet érezni azt, hogy mi van még bennem, és az, ahogy én beszélek erről, ez összecseng, egybevágó-e, és ha nem, akkor megtaláltuk már azt a bejáratot, ahol érdemes keresgélni. A nyelv ilyen tekintetben, ha kicsit kitérhetünk rá mondjuk a magyar nyelvre, óriási szerencsénk van, hogy ezen a nyelven beszélünk. Ez egy nagyon régi nyelv, és nagyon-nagyon komoly filozófia van mögötte, és erőt képvisel. Nézzük meg ezt az erőt, meg ezeket a mélységeket, amiről beszéltél. Pár példám, mert nagyon szép dolgokról beszélsz, csak egy-két gyakorlati példát szerintem a hallgatók számára is megértetni, hogy jó, hogyan. Jó. Na igen, ez egy fogós kérdés, hogy most honnan, hogyan világítsa meg. Például vessük össze azt, hogy milyen régi ez a nyelv, amivel mi beszélünk, és hogy mi az, amit tudunk róla. Folynak kutatások most már elég régóta, és a magyar kutatók ezt nem igazán tudják, de nemzetközileg elég sok kutatás folyik arról, hogy melyik a legősibb nyelv a világon, illetve hogy mindig előkerül az a kérdés, hogy van-e egy ősnyelv, vagy nincs ősnyelv. Ez a bábeli zűrzavar? A bábeli zűrzavar, igen. Tehát, hogy honnan jön ez az egész, így van. És több nemzetközi kutatásban nemzetközi kutatók, tehát nem magyarok és nem magyarkodók vették gorcsó alá a magyar rovásírást, és az etruszk írást is, meg a sumér írást is nagyon-nagyon könnyen megfejthető a magyar rovásírás segítségével. Ugye ez azért érdekes, mert az az írás karakterkészlet, amivel most mi
írunk, olvasunk, ez egy latin ABC, és ugye az Ómagyar Mária sírólom is, amit úgy olvasunk, hogy vagy muk meg egyebek, az csak azért ilyen, mert nem sikerült átfordítani a hangzást arra a karakterkészlet, ami rendelkezésre állt. De a szavainkban viszont teremtő erő van. És ez viszont megnyilatkozik abban, hogy bele tudom-e tenni, ez egy közvetítője az erőmnek, és ki tudom-e küldeni a valóságba a szavaimon keresztül az erőmet. Ez egyébként nagyon érdekes, mert olyan szempontból a Biblia is így kezdődik. Bele lehelte az életet a... Úgy látszik, hogy ez a mai világban még a mai emberek közt is működik, és éppen ezért nagyon nagy felelősség kiejteni a szót, hogyha jól értelmezem. Így van. Így van. Illetve meg döntést hozni. Még egy nagyon eklatáns példa jutott eszembe, tehát most csak egy olyan dolog, ha jól tudom, hogy a gyereknek a bevésésedési időszaka az első pár hónap, vagy legalábbis az első pár év, amikor egy csomó minden kialakul az életében, tehát lehet, hogy akkor sem mindegy, hogy miket mondunk egy gyereknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy az elme fölépülése az a nagyjából akkortól kezdődik, amikor megszólal. És olyan tínédzser évek közepéig épül az elme, és akkor nagyon sok mindent beíródik. Tulajdonképpen egy valóságmodellt alkot meg. A saját valóságmodelljét. Ugye ez a kommunikáció az egy probléma, hogy mi az igazság és mi a valóság. Nyilván nekem az, amit az én elmém összerakott, innentől kezdve a tiéd az más lesz. És tudunk-e ebben egyeztetni, vagy nem? És a legtöbb probléma az, hogy az szokott lenni, hogy ez a valóságmodell, ez tartalmaz korlátozó hitrendszereket, de tartalmaz nagyon sok olyan dolgot, ami segít a tájékozódásban. És a korlátozó hitrendszereinkkel vagyunk gondba. Nagyon sok minden szabadságfokot lezár. Javaslom, hogy erre térjünk vissza szünet után, tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és innen folytatjuk. Kell még egy szó, mielőtt menni, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, vissza vár. Nézd rám,
ne ígérj, nézz rám, sose félj, ha nincs hely, ahol élj, indul az a felé. Ezeknél a valóságmodelleknél tartottunk a szünet előtt, és akkor azért kíváncsi vagyok, tehát ha jól értelmezem, hogyha olyan elemek épülnek bele ezek a valóságmodellek, szó szerint korlátozhatják a világunkat. Tehát teszem azt, most csak mondok valamit, mert nem nagyon nagy affinitásom van a zenéhez, de mondjuk azt hallom egy csomó időszakban, hogy te ne foglalkozz zenével, mert nincs hozzá tehetséged. Most csak mondtam, lehet, hogy butaságot mondtam, és akkor bennem kialakul, hogy bár majd meghalok valamiért, de úgy érzem, hogy nekem mégsem lehet vele foglalkozni. Igen, és ha már azt mondod, hogy majd meghalok valamiért, akkor az is egy érdekes elszólás, hogy mi van mögötte, és akkor én mögé tudunk nézni, hogy miért is kell meghalnom valamiért, amit szeretnék csinálni. Tehát ez is már tulajdonképpen ilyen szlogenekben kijön. Tehát ezek neked árulkodó jelek. Abszolút. Mondanál még egy-két ilyen szófordulatot, ami szintén ilyen árulkodó? Én csak egyet próbáltam meg. Hát elmondom a legközismertebb elme mondatot, jó? Ez a járt utat a járatra nél el ne hagyj. És ez arról szól, hogy az elme nem mást felügyel, vagy más a célja, mint hogy biztonságot teremtsen. Túlélésre hajt. Tehát túlélj a gazdatest, most mondjuk így. És minden, ami veszélyes, azt kiszűrjön. Ezért, ugye ez a szólások, mondások könyvében, eznek van a gyűjteménye. Ezek jó tanácsok az életre. Hogyan lehet túlélni? Az a probléma, hogy a nagy része elavult, mert régen gyűjtötték, és az életünk közben megváltozott, a világ megváltozott. Kicsit úgy tudom elképzelni, mint amikor két ember kialakít valamit, ami neki teljesen kényelmes és jó és hasznos az életükben, átadja a gyerekének, akikre már igazán nem passzol. Igen. Igen. Ez olyan, mint az iskolában, amikor megtanultam valamit, és kiderült, hogy a valós életben már 30 évvel máshol járunk, tehát én egy elavult tudást gyűjtöttem be. Akkor fordítsuk megint egy kicsit gyakorlatra a szót. Teszem azt, ide jön hozzád egy ember, akinek pont ilyen típusú problémái, amiről most beszéltünk. Hogy tudod megfogni először, hogy tudod megnézni, hogy tudod kívül látni, és hogy tudod motiválni, vagy kell-e motiválni? Ebben az esetben a motiváció az tulajdonképpen belelögdösés, hogy csináld, aztán majd kiforja magát, megoldódik. Ez nagyon sok áldozatot és nagyon sok szenvedést hozhat. Mondok egy egyszerű példát, ugye én trénerként dolgoztam nagyon sokáig, és nagyon sok prezentációs tréninget tartottam, de valami mindig mutatta, hogy ez még nem az igazi. És azért, hát ugye a világon gyűjtött ilyen, mitől félünk leginkább listákon, a halálozást megelőzi az, hogy nyilvánosan kell beszélnem. De nagyjából az első kettőben van. Ez, hogy a nyilvános beszéd, ettől nagyon sokan félnek. Meg kell szólalnom ismeretlen emberek előtt. És mi lehet ennek a hátterében? Miért van ez a félelem? És itt jön az, hogy valahonnan bent, a mély rétegekben egyszer pórul jártam, és létrehoztam egy olyan iniciatívát magam számára, egy ilyen mondatot, hogy nehogy megszólaljál sok ember előtt, mert bajba kerülsz. Ha találunk egy ilyet, akkor ezt fel tudjuk oldani. Ha találunk egy ilyen belső mondatot, akkor ezt le lehet tisztítani. Ugyanis akkor mi kapcsolódik hozzá? A nyilvános beszéd az veszélyes dolog. És a nyilvános beszéd nem veszélyes dolog, csak számára. És hogyha ezt leszedjük róla, és akkor itt jön a haszon belül, ha leszedjük róla azt, hogy ez egy félelmetes dolog, akkor hirtelen felszabadítottunk egy olyan tehetséget, amit ő már gyakorolt. Tehát az, aki nem fél egy bizonyos dologtól, az két dolog miatt lehet. Vagy nagyon jól ismeri, vagy nem ismeri, de nem is tudja, hogy ez micsoda, és nincsen benne rossz tapasztalata. Az, akinek valamilyen félelme van valamivel kapcsolatban, annak már volt tapasztalata. Vagy így, vagy úgy. Tehát nem nulláról kell elkezdeni felépíteni valamit. Mondok egy másik példát, jó, hogy ez megfogható legyen. Itt van a pénz kérdése. A pénz jó vagy rossz? Megítélés kérdése. Tehát van, aki azt mondja, hogy a legjobb dolog a világon, van, aki mocskos dolognak tartja, de például
akár mondhatjuk azt is, hogy egy csomó ember kezében nagyon jóra lehet forgatni. Igen. Azon kívül, hogy a saját egzisztenciáját megteremti, de amellett teszem visszaforgatja a társadalomba, vagy olyan jótékonysági dolgot, csak egy példát mondtam. Vagy hogyha el tud olyan helyekre utazni, azt én például egy jó dolognak tartom. Igen. Nagyon sok dolog kapcsolódik a pénzhez, mint fogalomhoz, és igazából a pénz nem más, mint egy eszköz. De hogyha valakinek ugye az, hogy hogyan hozzak az életembe olyan dolgokat be, amit pénzen keresztül tudok, ahhoz pénzre van szükség, de mi kapcsolódik hozzá? Ha ezt letisztítjuk ezeket a pénzmoskos dolog, mert nyomorba dönt, meg mit tudom én, tehát ilyen sok minden van. Ha ezt leszedjük, akkor ott van az a tapasztalás, hogy értek én a pénzhez, mert már csináltam valaha. Ez egy óriási adatbank egyébként, bocsánat. Hogy... Semmi gond, itt még egy dolog jött, mert a pénzzel rögtön összejön a birtoklási vágy is nekem. Az igen. Tehát az, hogy ki mennyire tud, és tudom, hogy te is foglalkoztál evel birtokolni, mennyire mer, ez is egy adottság? Igen. Van egy olyan képességünk, amit úgy hívunk, hogy birtokló képesség, és ez már az embernek, ez egy másik terület, ugye, hogy nézzük, hogy milyen területeket veszünk, akkor ez már lejövünk az elmének erről a részéről, és átmegyünk az energetikájára, az ember energetikájára. Hogy mennyi, milyen dolgot bírunk el kép, milyen dolgot bírunk birtokolni, tulajdonolni. És ugye ez a birtoklás is egy érdekes szó. Egyből benne van a birtok. És ki az, akinek birtoka van? A föld birtokos. És itt jön vissza az a kép, hogy mi a képünk egy föld birtokosról. Szerintem a magyarok nagy többségnek rögtön Döbrögi jut eszébe. Döbrögi, nagyon hasa, igen. Mert hogy a birtokló képesség tulajdonképpen itt koncentrálódik, a úgynevezett hasterünkben. Energetikailag itt mutatja meg, hogy mekkora az a... Ennek köze van a csíhez egyébként. Igen. Abszolút. Abszolút. Tehát hogyne? Ugye a csí jelen állapotunkban annyit tudunk sokan róla, hogy a távol-keleti harcművészetekben ezt használják a harci képesség meg a test erősítésére. De ennek van egy olyan használati módja is, amit mi teremtő erőnek hívunk, és ennek az egyik összetevője maga a birtokló képesség és maga a hastér. Akkor én visszamennek megint egy kicsit a gondolati síkra, hogy ezek szerint ez is legelőször fejbe dől el, hogy én merek-e birtokolni, merek-e kimondani valamit, merek-e bizonyos dolgokat megfogalmazni, vagy merek-e a pénzhez nyúlni, tehát minden a fejbe dől el, vagy ennek több szegmense is van? Több szegmense van, minden összefügg, ugye nem tudunk kiragadni egy szegmenst a magunkból, mert ez egy, tehát ha egy autót nézek, akkor az autó nem egy sebváltó, de sebváltó nélkül meg nem lesz üzemképes autó, tehát ez kell hozzá. És nyilván az, hogy én eldöntöm, hogy mennyi vagyont akarok magamnak, hogyha vagyont akarok birtokolni, az nagyon fontos, hogy mekkora a képesség mögöttem, vagy bennem, ami viszont ezt meg tudja tartani. Tehát elmegyek pecázni, kifog egy hatalmas halat, de kicsi a merítőhálom, azt az életben nem szedem ki. Vagy eltörik a bot, mert vagy nem eltörik a bot? Teszem a szápára, megyek egy sima... Igen, erről van szó. Tehát, hogy nekem, mint egyénnek, mekkora az a birtokló kapacitásom, és ez fejleszthető egyébként. Itt legalább három vagy négy szegmenset megint látok, mert egyrészt van a külleg, amiben el akarok érni valamit, van egy gondolat, és van egy út, és van egy eszköz hozzá. Ez így van. És ezek szerint ez mind egy olyan pont, amit neked külön-külön helyre kell tenned. Én ezt egységesen érzékelem egyébként, tehát mindig egy állapotot nézünk, és mindig a szűk keresztmetszet irányából megyünk, és hogyha azon a szűk keresztmetszeten sikerül átlépni, áttörni, akkor egy ugrásszerű fejlődés vagy növekedés történik benne meg. És aztán megkeressük a következő szűk keresztmetszetet, hogy egy következő ugrás vagy oktávváltás történhessen meg. Tehát nem lineáris a fejlődés, mondjuk így. Értem, de akkor nézzük egy klasszikus példát, amikor egy gondolatból, egy ötletből, egy belső hangból eljutunk valami olyanba, amit megpróbálunk megalkotni anyagias formában. Fizikai valóságban. Fizikai valóságban. Mert úgy látszik, ez egy nem kis dolog az életben, csak nem veszük észre. Így van. Ez, hát itt van a teremtő szándéknak, az akaratnak a megnyilvánulása, az, hogy én ezt, és akkor ez a teremtő folyamatról, akkor beszéljünk erről, hogy ez hogyan néz ki.
kipattan valami a fejemből, valami a kreatív tudatomból, nem az elmémből, a kreatív tudatomból, ami új dolgot akar csinálni. Azért mondom ezt, és egy picit még hadd nyúljak vissza, hogy tisztázni az elme választ meglévő dolgok között. Igen vagy nem? Akarom, nem akarom? A teremtő üzemmód az nem ez. Az valami olyat létrehozni, ami még nincs. Ahhoz kell a kreativitás. És ehhez van egy szándékom. És ezt így végigfutatom magamon, és következő lépés megnézni, hogy tényleg akarom én ezt? Ez az én vágyaim között szerepel, vagy csak egy jó ötletnek tűnt? Jó ötlet, de nem akarom. És hogy megfogalmazódik-e bennem egy vágy, hogy igen, én ezt szeretném, mert hogyha ez nincsen, akkor nem fogok hozzá erőt hozzárendelni. De hogyha megfogalmazódik, akkor jön az a kérdés, hogy mekkora erőt tudok én ezt hozzá passzintani. Olyan, mint amikor felhúzom a vitorlát, de nincs szél. Tehát mekkora szelet tudok én gerjeszteni, hogy ez a hajó elinduljon. És akkor tulajdonképpen kijelölöm a teret is, amiben én ebből bele akarom tenni. Olyan, mint amikor építek egy házat, akkor kell neki telek. Akkor a birtok, tehát nem lehet nagyobb házam, mint amikor a birtokom. Persze, tehát nem tervezhetek nagyobbat, már egész egyszer nem tudom megcsinálni. És akkor foglalom be a fizikai valóságba azt, amit teremteni szeretnék. És innen jön majd vissza az, hogy tudom-e én ezt kikommunikálni a valóságba, a valóság szövetébe. És lesznek olyanok, akik ehhez csatlakoznak? Tulajdonképpen megjönnek a lehetőségek hozzá, hogy ez meg ki tudjon alakulni. És itt jön az intuíció kérdése, és hogy oké, hogy kikommunikáltam, de hallom-e, hogy most helyzet van, hogy most döntés van, vagy most lehetőség van éppen, amit meg tudok fogni. A legtöbb ember programoz nagyon sok dolgot, pozitívan gondolkozik, csak nem veszi észre, hogy megérkezett az a valami. És elszáll mellette. Nagyon. Ez olyan, mint amikor denevér repül, nyomja az ultrahangot, hogy megtalálja a lepkét, de mikor visszaverődik, az meg nem hallja meg. Hát ez sokáig nem megy, ilyen fog halni. Egy nagyon-nagyon eklatáns példa jutott eszembe, biztos hallottál arról, hogy a pasztor úr végén hogy találta fel a veszettséget. Tehát kísérletezett, és Istennek nem találta, és egyszer beadott egy darab nyúlnak egy pasztillát, és a nyúl nem pusztult el tőle. És nem tudta, hogy mi a jó Isten lehetett, és rájött, hogy ez a pasztilla hetekkel ezelőtt eltött, és legyengült tőle. Egy véletlen során, és annyira rágörcsölt, hogy a megoldás ott volt az óra előtt. Igen, így van. Tehát tulajdonképpen ezek szerint az alkotó folyamatban a lazulásnak vagy a lazaságnak is megvan a funkciója? Mondjuk úgy, hogy ahogy Csíkszentmihályi fogalmazta, flow-ban vagyunk, zónában vagyunk. És ugye ő azt mondja, hogy nem akkor lesz a legnagyobb a teljesítményünk, amikor tövé nyomjuk a gázt, hanem amikor a legjobb a fordulatszáma a motornak, akkor az valóban a 2-4000 környékén van. Tehát amikor olyan könnyedén, lazán megy, és nem erőlködünk. Ebben nekem van egy iszonyatosan nagy csapdát látok ebben az egészben, mert hogyha valaki nagyon el akar érni valamit, akkor nagyon sok energiát, és egy idő után szinte már rágörcsöl a dolgot. Tehát hogy tudja ezt a folyamatot megállítani? Kiszáll a mókuskerékből, és mégis elérni azt, amit akart. Az akarata ellenére kell menni, vagy egy másfajta akarati szférába kell mozognia? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye mi az, ami belehajt minket abból, hogy rágörcsöljünk valamire? Ez a teljesítménykényszer, ez megint az elme. És itt jön az, hogy a tudati részeink, az elme és a kreatív tudat, az tud-e kommunikálni egymással? Tudnak-e beszélgetni? Hagyja-e az elme, hogy a kreatív tudatunk működőképes legyen? És ez igen. Egy nagyon-nagyon bonyolult, nem bonyolult, csak egy nagyon-nagyon finom határterület. Ez így van. Meg kell hallanunk a belső hangjainkat. Ugye a fejünkben szól valami. Ez egy nagyon érdekes terület, mert egy hangszóró van, és egyféle hang jön ki belőle, de mégis többféle forrása van a hangnak. Az egyik, az a saját elménk. A zajnak a nagy része az a többi ember elméje, ezt hívjuk tömegtudatnak. Amikor így harsog a fejünkben, az, amit kívülről hallunk, óriási kavalkád van. Tegnap este volt egy a Szemlőhegyi Barlangban egy meditációs este, amit csináltam, és ott mindig mondom a résztvevőknek, hogy nagyon nagy szerencsénk van, bejöttünk a barlangba, a barlang lezárja a tömegtudatot, úgyhogy figyeljük csak meg, hogy mennyivel nagyobb a csend a fejünkben, és akkor most már csak a saját elménket halljuk. És megdöbbentő volt számukra is, hogy ez tényleg így van. De még ez mindig nagyon hangos, és akkor itt jön az, hogy összetudom-e párosítani őket, meg tudom ismertetni a kreatív tudatommal az elmetudat részemet, meg tudom-e mutatni neki
a testtudatomat, a testtudatom hangját, ami a testemről beszélhetne, hogy hogy vagyok. Ugye amikor betegek vagyunk sok esetben, a test fellázad az elme dominanciája miatt, és azt mondja, hogy nem tudom máshogy megállítani ezt az őrültet, akkor inkább kivonom a forgalomból azt, amin keresztül ő meg akar valósítani dolgokat, és megbetegszünk. Én nagyon ez nagyon érdekes, amit mondtál, én nagyon sok emberrel találkoztam, aki betegség után, előtte nagyon görcsös volt meg minden, utána jött, és azt láttam, hogy van rajta egy bizonyos fajta nyugalom, meg egy ilyen, mint hogyha beavatták volna valamivel, lehet, hogy ez az én szememben tűnik hülyeségnek, vagy ez, de tényleg olyan, mintha valamire úgy rádöbbent volna, tehát azért állították ki, hogy barátom, higgadj le, gondolkodj el rajta. Igen, ott át kell értékelni. Jó, ez nem egy nátha nyilván, de igen. Néha egy nátha, tehát láttam már olyat, aki azt mondtam, hogy ha most még egy napot csinálja azt, amit csinál, akkor ez itt üti meg a guta. Igen. Igen. És utána viszont azt láttam, hogy mivel csak egy napra vagy két napra pihent, abban a pillanatban egész másképp állt a dologhoz hozzá. Igen, felfrissült, megfrissült a rendszere. Közben eszembe jutott, hogy azért gyorsan rehabilitáljuk az elmét, jó? Tehát, hogy nem rossz. Nehogy valaki azt szűrje, hogy ez rossz az elme. Nem, nagyon fontos szerepe van az elmének. Hihetetlen sok dolgot ő tud megoldani, és nagyon-nagyon, tehát nem kell mindent újra kitalálnunk. Tehát van egy hatalmas tárháza arra, hogy mit, hogyan csinálunk. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de itt egy kulcsszót érzek ki állandóan a szavaidból, akár az elme, akár az ösztön, akár a spiritualitás kapcsán a harmóniát érzem. Tehát az, hogy ezt harmóniával kell talán kezelni, cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogy jól gondolom-e. Minden esetben az egyensúly az egy nagyon fontos dolog, és ugye azért beszélünk, és most, ha már egy körbejártuk nagyjából a tudati részeinket, meg a rendszerünk részeit, látszik, hogy mindegyiknek fontos szerepe van. Ha csak az egyik irányba tolom el, akkor olyan egyensúlytalanságba kerülök, ami szét forgácsolhatja az életemet. Ugye most tegnap cseréltem kereket, és megkérdezte a gumis, hogy centírozzuk? Na hát, persze, különben ütni fog a kerék. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egyensúlyban legyünk. Akkor egy nagyon provokatív kérdést akarok feltenni. Miért nem tanítjuk meg a utánunk jövő generációk, vagy akár magunkat a harmóniára, vagy az, hogy kell harmonikusan hozzáállni az élethez? Tehát teszem azt, felnevelek egy gyereket, és nem tanítom meg arra, hogy ezeket a dolgokat harmóniába kezelje, hogy meghallja magát, hogy hallja a másikba azt, ami az ő számára vihető. Tehát olyan, mintha süketek lennénk. Rövid választ szeretnél, vagy őszintét? Maradjunk az őszintén, nem még van időnk. Jó. Ennek több összetevő van. Az egyik az, hogy a társadalmi rendszereknek nem érdeke, hogy az emberek, a társadalom maga harmóniában legyen. Miért? Mert akkor nehéz eladni neki dolgokat, és nehéz irányítani. És gondolod, hogy valaki teljesen rendben van önmagával és a világgal, azt nehéz megvezetni, mert az érzékeli a valóság teljes szövetét. Ez az egyik rész, hogy maga a társadalmi berendezkedés és a pénzügyi világ, a földet vezető hatalmak ezt nem támogatják, mert akkor nem tudnák uralni a bolygó népességét. Ez az egyik. A másik, hogy olyan régen elfelejtettük már, hogy kell ezt, hogy hát nem tudjuk megtanítani azt, amit nem tudunk. Tehát ez egy nagyon komoly belső út, egy belső munka, hogy feltárjuk magunkban ezeket a dolgokat, hogy megtaláljuk újra, hogy ez itt van. De ez azt jelenti, hogy olyan, mint egy elveszett éden, vagy? Mondhatnánk ezt is. Így van. Tehát a design az ugyanez. Olyan, azt most úgy képzeld, hogy van egy hatalmas nagy palota, és csak az egyik szobát használod. És miért nem mész be a többi részbe? Az ember rendszere, ez egy gyönyörű palotának felfogható, és erre mondtam az elején, hogy 3-5% az, amit használunk ebből. A lehetőségeink, a bennünk rejlő potenciál 3-5%-a, amihez normál szinten hozzáférünk. És ott van még egy hatalmas terület, egy ismeretlen világ, amiben benne vannak a tehetségeink, benne van az erőnk, benne van minden, ami ahhoz kell, hogy boldog életet tudjunk élni. Nagy munka. Nagy munka. Aki bejön hozzád, annak te ezt vállalod, hogy segítesz benne, vagy rávezeted, vagy csak problémákat orvosolsz? Attól függ, hogy miért jött. Hogyha őnek egy akut problémája van, akkor én nem nyomom rá, hogy de hát van még benned 93,5% essünk neki. De ha valaki azt mondja, hogy Laci, én szeretném a bennem rejlő teljes potenciált megismerni,
Akkor azt mondom, hogy akkor évekig fogunk együtt dolgozni. Lassan a riport végére érünk, de azért még van egy kis időnk. Érdekel, hogy te hogy találtál erre az útra? Tehát, mert itt nagyon összetett világokról beszéltem, meg olyan tudati elemekről, vagy olyan szellemi elemekről, meg egy csomó dolog, hogy te hogy jutottál rá, hogy te ennyire tisztában voltál már világéletedben ezekkel a dolgokkal, vagy ez neked is egy tépelődő folyamat volt, amíg felfedezted a saját korlátaidat, és úgy átlépve azokat utána másoknak is tudtál segíteni? Hát ebben bennem mindig volt egy ilyen nagy-nagy keresgélés, és pár évvel ezelőtt, mikor a szüleimnek elmeséltem, mivel foglalkozom, és akkor anyukám azt mondta, hogy na jó, akkor megnyugodtam, nem vagy bolond. Édesapám meg így nézett maga elé, és mondom, hogy apu, nem kell kétségbe esni, hát már 2 éve ezzel foglalkozom, és így rám néz, hogy nem 2 éve. Nem bizony, 20, gyere, mutatok néhány könyvet régről. Valahol mindig bennem volt ez, hogy biztos, hogy az egészet látom, az egészet tudom. És nem hagyott nyugodni. Én ezért lettem tréner, hogy megnézzük, hogy lehet, a kommunikáció irányából kell megfogni ezt a dolgot. Nagyon fontos a kommunikáció, csak nem mindenre orvosság. Nem mindent old meg. Valami belül van. És nekem is ott kezdődött, hogy az egyik reggel, amikor fölébredtem vasárnap hajnalban arra, hogy egy elefántul a mellkasomon, akkor az volt egy olyan erős jel, hogy most már nem lehet ugyanúgy rohanni, mint eddig, hanem meg kell nézni azt, hogy mi van mögötte. És ez volt az első ilyen nem figyelmen kívül hagyható jel, amikor már tényleg a testem szólt, hogy ez így nem lesz jó. És elkezdtem belülre figyelni, elkezdtem foglalkozni ezzel, találkoztam nyilván olyan emberekkel, akik valahol már jártak ezen az úton, és egy ilyen szintézis történt, és ez az, ami így kiforta magát. Nem, nyilván ez még nem értem a végére, sőt, hát most látom, hogy mekkora út van még előttem, és hihetetlen kaland. Gondolom, hogy minél egy picit tovább lész, akkor mindig egy egyen nagyobb kört látsz. Ez így van. Fontos ezek szerint, hogy legyen az embernek problématudata? A problématudata? Hú, de érdekes ez a szó, ezt még nem is hallottam senkitől. Én azt gondolom, hogy átnevezném. De mondhatnám más is, hogy érzékenység a saját életével kapcsolatban. Ez sokkal fontosabb, így van. Igen, és legyen benne egy szándék, hogy élje azt az életet, amit tudhat élni, hogyha minden rendelkezésére áll saját magából, tehát nem a külső körülményekről beszélek. Mert akkor, hogyha mi megváltozunk, és ez egy belső transformáció, azonnal hatással van a külső környezetre, tulajdonképpen transformálja azt is. Igen, tehát ezt egyébként lehet megfigyelni, hogy egy ember éppen rossz paszban van, akkor valahogy a többiek se szívesen mennek oda hozzá, hogy nem beszélnek vele, és amikor egy kicsit észreveszi, hogy talán nincs is olyan vészes, abban a pillanatban a környezete is idomul hozzá. Gondolom ez a vonzás törvénye lehet talán. Hát abszolút, ugye maga az emberi szervezet az olyan, mint egy adó, egy rádióadó, amivel ülünk, tehát valamilyen hatósugarú adás minőség van benne. Milyen műsort ad ki? Milyen erősen adja ki, mennyire hallgatják szívesen ezt a környezetében, és hányan vannak, akiket elér. És itt jön be tulajdonképpen, akkor még egy szó, így a végére így bedobnám, ez a karizma kérdése. Hogy ki mennyire karizmatikus, elméből nem tudsz, az valami egészen más. Milyen a kisugárzása, mennyire fogja meg a környezetét, hogyan hat. Jó, azt hiszem, a végén egy nagyon szép végszó volt. Hát köszönöm szépen Fekete Lászlónak, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmék. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!